volt, hol nem volt, még a karantén előtti korszakban élt egyszer egy tróger senkiházi szegény ember. Az a szegény ember olyan nincstelen és csóró volt, mint a templom egere. Úgy gondolta, elindul szerencsét próbálni. Ment, ment, mendegél, még egy erdő szélén lévő viskóra nem talál. Gondolta, betekint. Valaki! Ez úgy látom, hogy senki nem figyel, barátom. A szintízek már hátra van egy kis fos. Valami? Van itt a franc. Mi a jó Isten? Hát szarba lépnem vele, tiszta kulma lett a cipe. Fene egyen meg, hogy az ördög vinne, ha az vinne el már téged. Gyere! Ki vagy, jaj, de csúnya vagy, te honnan szaladottam? Hívtam a zsákba! Mi jött a fene? Hát jól végetted a nevemet. Azt, mi, te vagy az ördög? Hát én volnék. Hát mit szeretnél, hogy elvigyel téged? Várjál csak, hogy itt vagy, még eszembe jutott nekem valami. Mire figyelj, bátya? Ha te vagy az ördög valójában, csinálj nekem valami kis okosságot, hogy már dombán vagyok. Már nem ittam már egy hete. Helyi, de tudom én ám, hogy te mit a szerető ember vagy. Nem tudom én ám, adom bátya. Ember van, én tudok neked segíteni. De viszont. Nekem is lesz egy kigyötésem! Mi az, Bárti? Mi az, halálka vanyám vagy? Mondja, bármit megteszek! Már vigye magam! Mindent megadok, amire szükséged van! Ez az, Bárti! Zsasa, menjünk, menjünk, Zsasa! Várj, Ácsi, Ácsi, Zsangló, Ácsi! Van nekem egy lány. És azt neked el kell lenned feleségül, hogy neked ehhez mi a hozzájárulás? Ó, bátya, ilyen csekély dolgot készítőd, 15 éve már sütőm, kajabb tisztelő. Megteszem. Rendben van, Zsangó, rendben van. Én megadok neked mindent, amire csak szükségem van. De mondom, amennyire nem teljesítek a szabadat, elindítok egy olyan vírus a földre. Mindenki! El fog pusztulni. De miért pusztul el, ha megteszem? Rendben van. Látjuk akkor. Gyere. Menj. Mutatom az utat. Zsa. Zsa, bátya. Zsa, zsa. Mentek, mentek, éltek, míg el nem értek a parizel képű pálinkáshoz. Jean-Claude, elhoztalak arra helyre, arra mindig vágytál. Te cefregödő! Hagyja jön, bátya! Lesz, csak nehogy magad alá pocsékolj. Még nem történt ilyen 15 év alatt. Még az tegnap figyelt. Halló! Halló! Elnyomja fel egy gyermek titeket! Mit tudod, imádtuk titeket? Kik vagytok titeket? Nem tudod, hogy ki áll itt. Giulio van itt és Jean-Claude. Kik vagytok, de csúnyák vagytok! De szép vagy te! Ezeket a képű, menjetek hazonani ráfele, még szépen vagyok veletek! Ja, persze képtum az arcadat! Jean-Claude, ne! Majd ezt hagyd vélem! Azonnal menjetek innen ráfele! Te parizel képű! Pálinkáért jöttünk hozzád, Savanyú György! Miért jöttetek? Egy falat pálinkát se kaptok, egy kumát se! Húzzatok innen ráfele, még szépen vagyok! Ne, ez nem engem! Ez bízd rám! Mi a fene? Ledobom az arcomat. A Dili hozza a pálinkát. Na mit szólsz hozzá? Ó, hogy a Úristen, azt nem hiszem el, milyen erőd van, te ördög. Azt nézd meg, ne. A pálinka, Giulio uram. Te parizel képű, hogy bolondítsál meg. Így áll, amennyi beléd fér, Zsangó.
Lakod a lomban, a mi utcánkban, férez, mint a falu legszebb lánya. Hivatalos vagyok, ura, én is, nem mennék el a százszor üzennék is. Hivatalos vagyok, ura, én is, nem mennék... Azon gondolkozok, ez a pálocájú alkoholista degenerált borbátán. Ha elveszi az én Ludmillámat, miféle utódok jönnek itt létre? Ki tudja? De ha nem, nem veszi el feleségem. Én így ígyetem el, mint a Sindisnaut! Esküszöm neked. Forgatja a karika gyűrűjét, mert ne sajnálja a régi szeret. Jó, elfogyott. Jaj, már is megittad mindet, te zavarod. Megittam meg mind. Ha téged egy szeszfőzde se győzd el, hogy tudsz ennyit inni? Van meg. Lesz. Csak most elrabolnak. Avasztam, Uri! Jaj, amit megbeszéltünk. Mi? Állod-e a szabad? Mi? Megyünk a lányomhoz. És meg fogod nézni, és feleségül fogod lenni! Meg, hagyjam nézni, jó bajom! Megittad a sok pálinkát? Megény! Most nem fogsz itt a pokolba lófrálni annyit. Nem lesz olyan sok magad. Jó, van a dolgálom. Hova ment ez a kricsképű? Hogy a felelje meg azt a prontos képét ennek a bonnak? Milyen nevet akar nekem hozni, te szűz Máriát? Én a 15 éves ütöm már tiszta elejövő keményen. De azért kíváncsi vagyok amúgy rá, hogy néz ki. Itt vagy! Jaj! Kipusztáltam a doktor! Jaj! Te meg kellett magad? Jaj! Jaj! Mert itt akadt a pokolba velem! Nekem tönt kell lesz! Jaj! Vigyi ne a nosztad! Hely! Gyere! Lesznek olyan én! Nem kell nekem! Ez nem így egyes! Nincs pálinkám! Nem veszel a feleséget? Nem! Attól mondjam! Te! Nem, megszedem a szabályt! Nem! Nem! Megszedem a szabályt? Hát, igen! Kérje meg! Mit csinálsz? Innestől más világ. Ha milyen más világ, te panomképű? Milyen más világ? Yeah. Te meg valahol se lesz jázzá! Megbeszéltünk valamit. Mi? Te átkozott cseferegödő! Te szeszfőzdél! Én tartsd meg magadnak! Te szélütött kalamona! Hallgassam a szélütött! Itt hagyom benneteket! Felmondtuk, elegem van! Vége a világnak! Képű, degranát, agypeteg, rohadék szemét! Ha nem látom, hogy... Várjál, te ki vagy? Te nem az, akit a pálinkát hoztuk? Te vagy, aki kint volt az ördöken? Én voltam az. Van pálinkát? Hogy van, mehetsz még ilyet kérni tőlem? Hát mi? Hát hogy mered az ördöggel patkáltál le? Elátkozott engem, amióta ott voltatok nálam. Azóta csak a baj, mér minden. Tehát már bántam a lejjetet, adott egy kis pálinkát, mert volt. Klassz volt, már nem ittam már egyet. Ami utolt volt, én el vagyok átkozva. Azóta pálinkák sose tudom főzni, semmi, mindenem elromlott. Tudod, mit mondok én neked? Mit? Bosszuljuk meg. Engemet is átvert. Bosszuljuk meg. Hát azt hittem, bazd meg egy izeit hozd nekem, mint egy jó vagy öfkis fejel kis lány. Bosszuljuk, mindenem. Arra hozott nekem, bazd meg egy grincs képű feketét.
Bosszuljunk be. Menjünk. Bosszuljunk be. Gyere. Hallom őket beszélgetni. Még a bosszúról beszélte. Itt én leszek a... Nyeri, már te meg annyit, te! Jó vagyán, nyeri, majd elmegyünk a pokolba, együtt leszünk. Apukám! Nyugodt legyél! Nézeken! Na nézd ide rám, légy szíves! Nézd ide szépen! Vidd meg! Jóra fordul még az életed. Igen, apukám! Itt leszek melletted! Örök életig! De nekem az kell! Minek neked az a cefreked, az a büdös szájú te? Hát nekem olyan, mint a halálos gyök, nem érezted rajta? Csípjó, ezt a cefregödön nem győzném el pálinkával ezt a dögöt. Apukám, szerezd meg nekem! Na jó, akkor én nem szólok bele, mert majd én lesz megpróbálok, lehet még valamit. Nem tudok, akkor olyan, csak Daniát! Fejezd be! Húzzalak nekem! Fejezd be, ma felgyújtom a föld golyót is! Ne! Húzzalak! Elhozom. Látnom kell most magamat! Ki ez az arc, aki bekavart? Készülj, öcsém, most Márcai úton van feléd. Ma lesz az ütközés. Ma lesz az ütközés. Úgy látom, hogy letagadtál, szívemből így lemaradtál. Várjon rád a gyászmadár, bolondítsd, akit akartál.